Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkár Zón, és a mai videóban pedig méldéjezünk, expós méldéj, olyan, mintha a 200. lenne, elképesztően durván sok csomagot küldtetek, ez látszódik is az index képen, megnézed, oda mindig beszoktam tenni pontatlan állapotában, brutális, hogy mennyit küldtetek, egészen különleges dolgok is vannak, de nézzünk pár felvételt az expóról, csináltam ilyen közös képet veletek, illetve természetesen vannak más képek is, amit István, a rendezvény szervezője, köszönjük szépen, hogy megcsinálta ezt a rendezvényt ismét, tehát ő tett közzé, ezek is tök jó fotók, ITC shoppos, Hungarian Breakers team-es Józsi levideózta az ajtónyitást, özönlöttetek be, mint az állat, ez is nagyon-nagyon aranyos, jópofa jelenet volt, úgyhogy bőségesen, hát voltatok jó sokan. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien kilátogattatok, nagyon jól esik, az meg végképp, hogy csomóan adtatok is cuccokat. Nagyon kedvesek voltak, volt, aki csak oda jött pár kártyával, valaki pedig már készült dobozzal, meg minden ilyesmivel, úgyhogy ez meg végképp jófej volt a részetekről, és nagyon-nagyon örülök neki. Úgyhogy nézzük is meg, volt mondom, aki csak úgy oda jött néhány pakli kártyával, úgyhogy próbáljuk akkor ezeket megnézni először, ami különösebb védelem, vagy levél nélkül csak úgy ajándékba jött, ez egy elég szép mennyiség. Van itt nekünk debrecenes limitált kártya, nagyon király nemzetek ligájából, vannak prémium kártyák, azt a mindenit, most még a standet nem veszem elő, de ezek kőkemény vagány prémium kártyák, itt is jó pár prémium koreaiak, illetve új FIFA 365 is van ott a végén, Premier League új meccsetax, Lewandowski, Schwamberg, azt a mindenit, ezek mozaik kártya, ez már tényleg nagybetűs prémium, nagyon komoly lapokat küldtetek, csak úgy. Úgyhogy hihetetlen. Jaj, ez pedig személyes kedvenc, sajnos videót nem tudtál róla mutatni, az egyik SCH, a másik enyém, de megmutatom mindkettőt, Tokmak és Csivics kártya, aláírva a játékossal, Dibusszal volt fotója a srácnak, és meg is mutatta egyébként ott kinn az expón, úgyhogy ezáltal azért elhiszem, azért nem minden nap tud az ember Dibusszal fotózkodni, de mondta a srác, hogy annyira nagy volt ott a hajtás pörgés, hogy így nem is volt idő fényképezni, meg ilyesmi, de ezek játékos által aláírt Fradi Teamset kártyák, úgyhogy hitelt adok neki a Dibuszos fotó miatt. Nagyon komoly további prémium, ebből az albumból nekem azért van pár hiányzóm, ugye ez a tavalyi bajnokok ligájás dolog, úgyhogy megnézem majd. Ó, és itt már egy pakli új kártya? Ó, bizony, Willi Orbán Hajnal Tomi, de ezek is új Next Gen kártyák, nagyon-nagyon szuper vagy. Köszönöm szépen. Aj, de jó, na, István, hát ő is, ez a másik István, Edsel úr, nagyon komoly lapokkal áldott meg. Én is próbáltam neki segíteni most a albumján, hogy azért nem maradjon szárazon az se. Bár én szerintem nem bontottam annyit, mint ő, mert ez nagyon durva mennyiség. Köszönöm szépen, ő még küldött egy dobozt is, úgyhogy az már csak extra volt, illetve ti is adtatok még páran ilyen elit kártyákat. Ezek az új Panini FIFA elit szériás lapok, ebből ugye sikerült nekem azért nagyon durvát, egy per egyet, mezdarabosat bontani, úgyhogy ez eléggé szuper kis széria, ez a Panini Donruss Elite, amiről szó van kártya védővel, ez nagyon-nagyon fontos. És akkor vannak itt ilyen bontatlan csomagok, ezt mindjárt megnézzük. Ja nem, mert, aha nem, ez ilyen általad összeállított pak, nem baj, az is nagyon jó. Ezt viszont a végén kaptam Pongos Anyitól, Black Lebes. Pongos Anyi oda jött hozzám, hogy mit szólnék hozzá, hogyha kapnék ilyet. Hát mondom, azt a mindenit. Nem, csak ledobta az asztal. Nagyon meglepődtem, mondom, azt a mindenit. Ezek ilyen shortprintes dobozból nem kinyitható blacklabes kártyák, ezeket ugye külön kell megrendelni, mert ezeket csak azért gyártják így darabonként. Hát ez fantasztikus, amúgy nagyon-nagyon örülök neki. Legdrágább magyar játékos, Szoboszlai Dominik, itt vannak a klubjai, hajrá magyarok, Kerkez Milos, illetve itt ez a Szoboszla is, ez a boxringes. Imádom ezeket a fotókat, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ez tényleg még nagyobb szintre emeli itt a Black Lebes kollekciót, úgyhogy nagyon-nagyon örültem és meglepődtem. Na nézzük, még van további néhány kártya. Energy,
ez nincs is meg, úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönöm. Illetve itt pedig, hát ezek is nagyon-nagyon durvák, kaptam a King of Hoops-tól, volt róla shorts, meg TikTok, meg Instánra is kiraktam a videót, kaptam egy Showtime dobozt így ajándékba, és hát mik voltak benne, na azt mindjárt összeszedjük. Fantasztikusan jól néz ki a lakkozása, meg ezek még azóta is nagyon tetszik, tök különleges érzés hozzányúlni ezekhez a kártyákhoz. Haaland is van, és ebből sikerült egy aláírtat nyitni. Az, hogy ki meg hogy, azt majd a rövid shorts videóban néz meg, de itt a számozat per 25, az nagyon-nagyon nem gyenge a per 25-ös. És egyébként érdekes, hogy az alapkártya nagyon-nagyon vékony, talán még a, hát nem is tudom, szerintem de ilyen tök alap vastagság. Itt egy másik tops, teljesen ez a base, ez a Tesco-s kártya. Szóval, hogy az alapkártyának a vastagsága kinézetben jó. Viszont amint nyitsz egy számozottat, az már nem. Az már nem, az már vastag. Úgyhogy van itt ilyen trükközés, hogy ezért a vastagoknak ne essen baja. Nagyon szépen köszönöm, ez a Showtime dobozból van. És a végére egy Neymar Limited, ami ugyanúgy nincsen meg nekem, úgyhogy köszönöm. Felszedem azt a lehullajtott cuccot, ez egy Showtime Benzema, de azért a számozott fölé jön, főleg, hogy per 25-ös. Na és akkor nézzük meg ezeket a FIFA 360 pakkokat, amiket így összeállítva kaptam. Úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztem magam. Tényleg, ó! Verstappen Parallel 100 Club! Juhé! Köszönöm szépen! Tű, hát nálam ez stand, ez már csomagból nyitottam, úgyhogy végül is ez jöhet standra, és ha már stand, akkor meg ilyet is kaptunk. Na, sikerült lejtem az egyiket, szóval ilyet is kaptunk. Nagyon király 3D nyomtatott stand, aminek a talpa jó vastag, tehát nagyon simán megáll a fűn. Csomó standdel az a bajom, hogy a fűnek a ilyen szálai miatt felborul, de ez nem ilyen, úgyhogy ez is nagyon király. A két legdurvább kártya a méldében erre a két standre fog majd jönni, és a kicsikre meg ugye még lesz három kártya, így lesz összesen öt stand a videóban. Ez csak egy ilyen kis ötlet, gyanánt, viszont az elsőt ezt fel is szeretném használni. Erre a Verstappen részen ez már egy ilyen összeállított csomagból bontás. Ugyanúgy, aki küld jó válaszborítékot, az kap ilyen általam aláírt speciális ilyen dedikáló kártyát. Annyira speciális, hogy én vágtam ki, ezért van amelyiknek az alja normális, van amelyiknek még nem normális, de a Collectolnál ők biztosították, ezt nagyon szépen köszönöm, sőt a gyártást is ők csinálták, vagy az ő segítségükkel történt, meg minden, a finanszírozás is, és hát így az ő webshopjukban rendelés után kaptok ilyet, már egyébként pörög, ott a link a leírásban. Na nézzük akkor, én meg ezt csak méldébe gondoltam, hogy kiszórom itt a maradékot, amit így mintának kaptam. Aztán majd meglátjuk, hogy még kapunk-e, vagy mi a helyzet. A számozatot szeretném megnézni. Ezt a méldét, ezt pénteken veszem föl. Remélem, hogy a számozatot is majd jövő héten meg tudjuk nézni kézben, mert én még nem láttam a saját kártyámnak a számozott verziót, pedig olyan is van. És azt is fognak kapni majd a kedves rendelők. Remélem, hogy tényleg ez így nektek is egy jó deal, vagy kíváncsiak vagytok rá, vagy tetszik. Mi is benne voltunk a tervezésben, tehát ez nem egy rajtunk kívülálló dolog, hanem beleszóltunk a tervezési folyamatban, illetve a gyártás előtt nekünk is le kellett okézni. Azért vannak ezek a mint a darabok, amiket én vágtam ki. Na, FIFA 365. Nézzük, illetve mindegyiket egyesével alá kell írnom, úgyhogy az is pörög. De a számozottakig majd csak szerintem hétvégén jutunk el. Az egy kemény meló lesz. Köszönöm szépen! Nézzük a következőt. Maradjunk akkor is lenne, aki a eliteket küldte egyébként. Ó, és hát nem csak azt küldött. Azt a mindenit nem csak azt küldött. Milyen szép a doboz is amúgy. Lehet, hogy meg sincs, úgyhogy ezt ki kell állítani. Szeretem az ilyen dobozokat. Jó, igen, a Nemzetek Ligája csillogós matricák, azokat önmagában nagyon-nagyon szeretem. Szuper, mert átnézem az albumba, ezt ki is szedem.
és még itt következő elites kártyák tömkelege. Remélem tényleg tudtam neki olyanokat küldeni, ami nincs meg. Ó, számozott per 86-os. Na jó, hát ért biztos nem tudtam küldeni, hogy per 86-os legyen. Azt a mindenit. Na jó, hát azért az mondjuk nagyon durva vagy. Tű, de kedves a részedről. És ez a széria A-nak az egyik kártyája. Hát figyelj, ezt ha valaki lelöki a standra egy per 86-39-es Donruss Elite-et, hát megemelem a kalapom előtte, úgyhogy ez standre kerül, és a kiemelt standre. Na nézzük. Van itt egy nagyon szép Rafinha, úgy de jól néz ki a Club Competition, majd utána egy Donruss 1992. Nézzük, mik vannak még itt. Atmosphere, Cavani, Ibra, Peter Schmeichel, Stadium Chrome, majd utána Embolo, kegyetlen jól néznek ki. Ezek is Donruss Elite szériás kártyák, de talán ez egy másik évjárat. Így van, ez a tavalyi Donruss Elite-nek a lapjai, úgyhogy külön teszem, nehogy bekeveredjen. Panini Prism, na ez is egy nagy kedvenc szériám. Fantasztikusan jól néz ki ez a kék paralel. És itt vannak Bundesliga Chrome kártyák. Jaj, de jól néznek ki. Főleg az, mert az ilyen paralel. Opici, Hoki. Annak is van külön albumom. Fantasztikus vagy. Nagyon szépen köszönöm. Hát ez túlmutat mindenen. Messi, Donruss. És itt Topps Crystal kártyák. Ezek is nagyon durván jók, és ahogy látom, rendkívül szép állapotok. Brutális, amit küldtél. Köszönöm szépen neked. Fantasztikus, ebből bármelyik kártya standre ment volna, de ez a számozott, ez mindegyik közül kiemelkedő. Nézzük a következőt. Egy jó kis doboz. Lássuk is meg. Oké. Okay. Hogy ebben mi van? Na nézzük. Ez micsoda? Ó. Ja, értem. Aha. Wow. Oké. Okay. Ez a cím. Milyen rozsdás pénz. De durva. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire berozsdás. Na mindegy, nem ezzel akartam leakadni. A cím van rajta, meg ugye a pénz a borítékra, úgyhogy majd akkor azt megvásárolom neked. Illetve akkor, mivel ez így már jó, igazából csak vennem kell egy postakész borítékot, így mehet bele szerintem a saját aláírós kártyán. Úgy, egy ügyvédi papír, reméljük nem valami feljelentés. Szia, FCL Dávid vagyok, szeretnék neked kártyákat küldeni, kártyáké. Star Wars, wow, 2020-án FIFA-m, ha tudod szeretnék kérni. Jó, ez is megy bele akkor a borítékodba. Úgy is van. És akkor nézzük, hogy miket küldtél. Aha, abból a szériából küldtél, amit szeretnél is vissza. Remélem, hogy tudok olyanokat adni, ami neked nincs meg. Majd igyekszem egy jó kis paklit összedobni. További FIFA 365. Rengeteg teammate, tehát hogyha csillogósat küldök, akkor az nagy eséllyel neked nem lesz meg. Remek. Nézzük a következőt. Ó, Lego Star Wars. Nagyon jó, köszönöm szépen, sőt, ott még vannak ilyen képregényesek is, jól néznek ki ezek, úgyhogy ez is megy ide külön. És akkor nézzük az utolsót, ez is FIFA 365-ös széria. Nagyon kedvesek voltatok te, hogy rengetegen hoztatok csomagot. Postán is jött pár, de itt a nagy része az expós csomag lesz ebbe a méldébe, úgyhogy a dobozka ki is ürült. Köszönöm szépen. Jaj, kaptam ilyet is. Ez is nagyon jó pofa. SCA is kapott, meg kaptunk még egyet, egy irodába is legyen. Ferencvárosos speciális ilyen kis emlék szalag, nem is tudom. Ilyen kis cucc. Nagyon jól néz ki. Nagyon tetszik. Főleg a másik oldalán Fradi logó, az is tök jól néz ki. Úgyhogy ez nagyon-nagyon menő dolog. Ezt ide háttérbe így oda rakjuk, aztán majd kitalálom, hogy amúgy hova tudnám tenni. Lehet, hogy jó lenne összeépíteni valami Fradi kártyás szekciót, és akkor oda jól mutatna egy ilyen. Oké, nézzük a következő dobozt. Kicsi, de nagyon nehéz, tehát ez fullon van kártyákkal, annyira nehéz. Úgyhogy lessük meg. Nézzük. Van olyan doboz, ami háromszor ekkora, és súlyban ennek a közelébe sincs, úgyhogy ez bizony, ez fullon van.
És rengeteg Premier League hiányzó van nekem is, meg SC-nak is, úgyhogy ezeknek örülünk, mint mindig. Kis gumec, és akkor már nézzük is. Remélem lesz néhány info. Az összeset elküldted szerintem, ami neked csere. Nagyon-nagyon durva. Azt a minden. És már ott van a jó felálláskártyák, amiből rengeteg hiányzik valamilyen oknál fogva. Nem jöttek nekünk alap teammate típusból is, az főleg SCH-nak hiányos, úgyhogy ezeket nagyon szépen köszönjük. Ezek mind felállások? Hát 100%-on lesz a felállás, kérem szépen. Mondjuk, ahogy látom, az én áld is beüt az, hogy a legtöbb az dupla. Bormuszból volt 3 is, de reméljük, hogy valamiféle segítséget fog majd nyújtani. Úgy, na nézzük, ez pedig új szériás FIFA 365 kártya. Abból is rengeteg alaptípusú, de abból is millió hiányzó van. Nagyon-nagyon sok hiányzó van, úgyhogy köszönöm. Ez igazi segítség. Na nézzük, mi van még itt? Ott van egy Invincible. Itt pedig trófeakártya, és még rengeteg csillogós. Nagyon komolyak vagytok. Hihetetlen. És ez meg micsoda pak? Azt a mindenit, hogy ott egy Invincible egyből. Az új szériából. Itt is Giant kártyák, csillogós, homegrow, logó, hűha, nagyon komoly ez a paklés. Itt oldalt gyűjtöm is majd ezeket az új FIFA 365-öseket. Ezek logók? Annak nézem. Azt a mindenit, mennyi logó, Premier League trófea ismételten, illetve a végén néhány új szériás FIFA 365. Úgy, de látom a szériák azért keverednek, úgyhogy majd igyekszem átnézni, hogy melyikhez tartozik. Mert ez mondjuk 2023-as, de ez meg már 2023-as, de volt itt 2024-es, úgyhogy majd ezeket át kell nézni. Tüzetesebben. Nagyon jó. Na hát ezeket nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt hozzájárulsz a 100%-os album kigyűjtéséhez. Mert ez viszont egy nagy adag, hogy meglegyen, és remélem akkor minél előbb be tudom nektek mutatni azt a jó 100%-os albumot. Na, szuper jó! Köszönöm szépen ezt a megtömött nagy dobozt, ez tényleg brutális volt. Nézzünk egy ilyen másfajta küldeményt, nézzünk egy ilyet. Most nem doboz. Viszont benne van mindenféle különlegesség. Nézzük is, hogy ezek mik. Match attacks. Az egyik pakban. Ó, és van ezek között, ahogy nézem. Update edition-ös, mi a neve az? Extra, match attacks extra. Úgyhogy akkor azt az albumot is illik majd elővenni. FIFA. Az ilyen régebbi szériás. Tök jó. Ez pedig kérlek, írd alá pak. Jó, kihámozzuk, és kérlek írd alá a pakban mindenféle kártya, amire kérsz aláírás, teljesen oké, már csak kell egy válaszboríték ehhez, de reméljük, hogy ez is meg lesz. Meglepi, nézzük már meglepit, már most durrancsuk le, ezek kódkártyák, szuper jó, köszi. Nézzük, hogy mi a következő pak. Jó. Ó, pont a prémium kártyánál vandálkodok. Adeyemi. Nekibírták. Nagyon jól néznek ki. Köszönöm szépen. Ez is a Bajnokok Ligájás széria. Nézzük a következőt. Ezek meccsataxosak, kár, hogy picit azért sérültek. De itt is van meccsatax extra, meg a simából is. Ez pedig levél. Úgy is van. Kedves NATO Petelik 11-es, először küldök kártyákat cserébe tesómmal, FIFA 365, mi? Ja igen, FIFA 2023 kártyákat szeretnétek kérni. Jó, rendben, és egy gigantikus vázboríték, csak a cím legyen. Rajta van a cím, teljesen hibátlan, nagyon jó, és akkor ezáltal megy bele az aláírós pak, megy bele tőlem egy kártya. Aztán el fog fogyni sajnos az, amit én szánok nektek. Úgyhogy akkor meg már
marad a kollektoros beszerzés, én ennyit kaptam így, de majd meglátjuk, hogy esetleg egy nyereményjátékot össze tudunk-e hozni, ahol akár számozottat is kisorsolok, de az még odébb van, az nem is biztos, nem is tudom 100%-ra mondani, ezt velük kell leverekednem. Nézzük. Úgyhogy ez a biztos, hogyha valami apróságot rendeltek, azt hiszem úgy van a szabály, hogy 3000 fölött? Vagy 5000? Hát, ha 3000 fölött rendeltek, akkor már kaptok. Szóval, igen, azt hiszem így van, majd meg kell néznem. Kedves Ától, Nagy Konstantin a nevem, szeretnék tőled adni én 2024 displayt, wow, momentumot, wow, hőha. Displayt, hát én displayből inkább videóznék, ha nem haragszol, meg ebbe bele se fér egy display. Ez vicces azért, de nem fér be a display. De igyekszem majd jó kártyákat adni, illetve hát egy jó kártyát már biztos adok magamat. Jó, és akkor nézzük meg, hogy ebben mi van. Hogyne. Top klasszos kártyák. Azon belül is mindenféle fajta, még unbeatable is. Úgyhogy ez meg tök jó. Ez meg az írd alá cucc. Itt is leszedjük a legacsot. Jó, ezeket akkor meg alá írjuk. Oké, rendben. Vászboríték megy a helyére. Na, nézzük akkor, mivel folytassuk. Legyen egy doboz, nagyon könnyű. A doboz egyébként is nagyon nagy, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi van benne. Méldély FCH-nak, SCH-nak, hát SCH most nincs itt, de szerintem nem haragszik, ő amúgy se szokta videózni a csomagbontásait. Neki is, ami direkt SCH-nak szólt, azt már kibontott és nagyon örült neki egyébként, szó se róla, de ő erről videót nem készít. Én viszont igen. Na nézzük! Vannak benne ilyen térkitöltő dolgok, levél, ezt majd meg fogjuk nézni, válaszboríték, nagyon fontos. Oké, ez micsoda, kisfiamnak, nagyon kedves tőle, és van még itt egy nagy pakk, úgyhogy így néz ki a dobozkán. Jó, nézzük a levelet, talán az a legfontosabb most. Kedves egyszer Renato Balázs vagyok, kártya. Mi? Bolond ilt? Mi? Küldtem neked és RCA Petinek is egy pár kártyát, azt majd add át neki kisfiadnak, is van pár cucc, azt is elküldtem. Köszönöm szépen egyébként, nagyon örül mindig, amiket adtok neki. Most az a McLaren is az előző részben nagyon betalált. Van egy kis retro bontatlan, egy neked egy Petin, kovatosan, hó, jaj, ragasztó szélémmel erőlegedett. Remélem tetszik a küldemény, jó bontogatás, Balázs, köszönöm szépen, bármint prémium jöhet, nekem is van YouTube csatornám. Bazsix, 1Z, kárc. Jó, oké, rendben. Na nézzük. Kisfiamnak édesség, meglepi, és megy neked vissza. Ha nem is prémium kártya, de egy vagány lap tőlem. Bár azért erre a lakkozásra eléggé büszkék vagyunk. A végleges verziónál nem lesz ragyás az arcom, ez ennyiben egy különleges ilyen first edition változat. És ezzel el is fogyott egyébként. Meg tudok sajnos több kártyát kiosztani, ami az én aláírásom van. Ahogy mondtam, majd oda kollektor. Na, nézzük egy kis édesség. Ó, köszönöm szépen. A Chocobons, az fincsi. Bár a többi is jó, de most az nagyon megkívántam. Úgyhogy köszönöm szépen ezeket is akkor. Valamilyen kaja részhez oda rakjuk, ott lesz a kajás részleg. Kisfiamnak nézzük meg. Hát ez micsoda. Wow, ezt te csináltad, ez az összevasalhatós? Aha, az lesz bizony. Egy méhecske, köszönjük szépen. Ez meg színes ceruza, az meg mindig jól jön. Már azért próbálgatja. Inkább a íróasztalomat firkálja össze, mint sem a papír, de majd lesz ez jobb is. TV maradjon épp. Aztán az a legfontosabb. Nem? Nézzük akkor, hogy miket küldtél. Van itt egy ilyen nagyon hosszúkás. Erre kíváncsi vagyok, hogy ez mi. Két szélén kártyák, nagyon trükkös, ötletes kis pak, az biztos. És Napoli, illetve Interes kártyák. Két nagy olasz gárda, köszönöm szépen. Csak egy kis
itt 360, 2019-es upgrade, vagy update, menő, update edition-ös kártyák, köszönöm szépen. Ez pedig egy csillogós Ajax, jól láttam, úgy is van, Ajaxos csillogósok, köszönöm szépen, ezek is remek lapok. Ez Minecraft, Mojang Minecraft. Ó, ott is van Minecraftos kártyák, korábbi szériából. Köszi szépen, abban is van még hiányzó. Tops, az, hogy milyen, ezt még nem tudjuk. De gondolom Matchatax, így is van, ez egy régebbi Matchatax széria, köztük Valenciával, Akanjival. Jó, van egy ilyen Jurassic World és Lego Ninja Go széria. Ó, de jól néz ki, imádom. Hogy miért nincs ilyen széria, ami ennyire szép, az mai napig nem értem. Ezek pedig retro, bontatlan, óvatosan ragasztó, előregedett. Hát egy csomag, ha nem bánod, én szerintem ki is bontom ebben a videóban. Igen, a matricáknál az a baj, hogy a nagyon elenged a ragasztást, tehát én furán hiszem, hogy ez bontatlan, mert nálam is ugyanez a baj a régi matricás pakkoknál. A kártyások megtartják, de így a széle, így már hallod is, hogy így már szétjön ugye a ragasztás a matricáknál, de ez tényleg bontatlan, csak látszik is, egyszerűen nem bírja a feszültséget, de a matrica benne az hibátlan, és egy jó rossz pakba sikerült belenyúlnom, talán Ribery meg Podolski a legjobb ebből a csomagból, Csorluka se rossz mondjuk, köszönöm szépen, nem is tudom, szerintem nincs is ehhez albumom, de majd beszerzünk. Oké, ezt meg akkor félre rakom, Söcöhönek. Úgyhogy az meg megy oda. Nézzük a meglepít, köszönjük szépen bontatlan. Azt mondja, hogy... Azt hittem mázlis a pakba sikerül belenyúlni. Na de majd a meglepi. Ó, jól néznek ki. Sala Gold Limited, illetve egy Holo Giant. Nagyon-nagyon szépen köszi a cuccokat. Menjünk tovább, nézzük a következőt. Mi legyen. Ó, itt van Ádámnak a pakja. Ádám megküldte a Premier League cseréit, és mondta, hogy nyugodtan osszak belőle vissza felétek is, hogyha valaki kér 2024-es Premier League-et, akkor bízunk benne, hogy ugye majd tudunk segíteni neki. Ezt én is megnézheti nyugodtan az album, mert Ádám nagyon-nagyon kedves volt. Úgyhogy van egy ilyen fémdoboz, nézzük már a fémdoboz, nem tudom melyik a durvább, de igazából szerintem az is önmagában elég durva, hogy Ádám elküldte az összes cseréjét. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyire boostolja meg itt az albumot. Neki is jól áll, de vannak hiányzói, úgyhogy én is próbálok majd visszasegíteni neki. Úgyhogy nézzük is meg akkor. Már egyből a limitedek. Meg a fémdoboznak is örülök, mert egyébként a zöld színű fémdoboz meg se volt. Eric Cantona, illetve kettő limited. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jól néznek ki ezek a legendák. Illetve itt pedig a rengeteg, nem csak alaptípusú kártya, hanem minden, ami Ádámnak dupla, nagyon-nagyon korrekt és kedves tőle, hiszen ez óriási segítség lesz, ebben teljesen biztos vagyok. Itt pedig maga a display, ami kicsit már szenved, annyira meg van pakolva, hogy szerintem fáj neki az élet, de felszabadítjuk egy jó bontással, hogyha tényleg sikerül. Azaz, megy az. Na nézzük akkor. Azt a mindenit, minden puhatokhoz van, elhasználtad az összes puhatokomat rám. Minden puhatokhoz van, noha nem egyesével, de puhatokhoz van, és ez viszont óriási, hogy ennyire véded a cuccokat, úgyhogy akkor szerintem én most ki is veszegettem ebből, hiszen ahogy mondtam, át lesz nézve a albumba, úgyhogy előbb vagy utóbb ki kell eszednem. Akkor inkább legyen előbb, mint sem utóbb. Úgyhogy nézzük is ezeket a lapokat. Tökéletesek egyébként. Ó, ott még Golden Bowler is van. Át, Ádám. Pedig az aztán az jó csere alap a Golden Bowler. De hát majd akkor mi cserélünk, mert próbálunk neked segíteni. Future Star is ott volt. Itt a Golden Bowler. Ó, milyen meccs a Tax? Nézd oda. Azt a mindenit Gakpo és Rashford is, a két starter pakkos egyből kivillant, nagyon szépen köszönöm, sőt, szerintem őket külön is rakhatjuk, mert megérdemlik. Nézzük, itt egy meccsetaxos paknak tűnik nekem, elég rendesen, az bizony, úgyhogy ezt is külön köszönöm, hiszen ez meg majd
megy itt a Mecsetaxos részéhez az albumomnak, azt is most fogom albumba rendezni hétvégén, hiszen bontottam belőle starter pakot végre videóban, és így most már van albumom, amit be tudok rendezni majd a hétvége során. Nézzük, hogy ebbe mik vannak. Eszméletlen jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Itt is milyen jó lapok jönnek. Ott már látom a csillogóst. Felálláskártyákra, mint itt. Különlegesen odafigyelek, abból nagyon-nagyon sok hiányzik, kb. Fele simán hiányzik. Nem tudom, hogy ez most miért lett ilyen ritka a Premier League-ből, de tervezek még displayt bontani, illetve a tegnapi videó is azért egy Premier League-es volt. Közös videó SCH-val, Petivel. Úgyhogy azért az is boostolta ott az albumot, de nincs megállás, pontok majd ebből egy displayt, meg fémdobozt is. Mit szóltok hozzá, hogyha van kedvetek, megnézünk egy fémdoboz, már csak a limitedek meg a legendák miatt is. Itt is rengeteg, elképesztően döbbenetesen sok a Premier League szériából. Nézzük a következő pakkot. Brutális. Hát Ádámnál van olyan, ami annyira dupla, hogy háromszor elküldte, mert annyira sokszor jött. Ez igen kellemetlen, de a kártyagyűjtésnek sajnos a vele járója. Ezek teljesen benne vannak, vagy akár egy kártyát kinyitsz háromszor. Úgyhogy sajnos ezeket nem lehet kikerülni. Kolosszus, abból is hiányzik, vagy kettő. Úgyhogy oda is akkor be tudom már tenni szerintem azokat a lapokat, amiket itt eddig láttam. Rengeteg puhatokot is köszönöm szépen, mert hogy abból is, hát ezeket nem dobom el. Ez rengeteg sok-sok puhatok, amit méldébe vissza tudok használni, fel tudok használni nektek a kiküldés során. Amúgy is kellene lassan venni, úgyhogy ez egy ilyen kis megmentő adag. Úgy, nézzük a következőt, vannak ilyen csak teammates pakkok. Nagyon komoly, néhány puhatokban annyi kártyát belenyomott Ádám, brutál. De szépen megvédte a lapokat, úgyhogy az a legfontosabb talán, hogy rendesen be legyenek védve. Zseniális, nagyon-nagyon jók. Köszönöm szépen. Nem tudom elégszer megköszönni, ez mondjuk egy olyan pak volt, amiben csak csillogós van. Úgyhogy azért az se gyenge. És még mennyi minden lesz itt, mert még ez a méldé, ez közel se ért véget. Rengeteg cuccot fogunk még bontani. Ott limited edition. Na nézzük. Ezt figyelt. Ott a limitációs kártya. Aj, de jó. Nagyon jó, lehet, hogy meg se volt. Úgyhogy simán kitehetjük oda a limitedet. Bár szerintem a legendát is kitehettem volna kicsit előrébb, mert ez is annyira szép. Nagyon-nagyon tetszenek ezek a fehér dizájnos legenda lapok. Nézzük, mi van még itt. Van olyan kártya, amivel már negyedszerre találkozok. Úgy? Ó, Adrian Rush, abból sincsen túl sok, úgyhogy ott is egy kis booster adag. Nagyon jó. És akkor most már lassan a doboz végére érkezünk, még azért dupla felállás az megvan. Úgy. És itt is rengeteg csillogós a pakban. Ádámnak nagyon-nagyon szépen köszönöm. Egy igazi úr. Azért Gakpóval még a végén meglepett. Úgyhogy köszönöm szépen neki ezt a gigantikusan nagy Premier League dobozos pakkot. Ez fullos volt. Menjünk tovább egy következővel. Legyen egy ilyen Hey Clay űrlényes gyurmás cucc. Megnézzük, hogy ebben mi is van. Ó, Toblerone, figyelj oda. Hát nagyon szépen köszönjük, hát nem fogunk éhen halni. Azt a kutya mindenit. Köszönjük szépen, ez nagyon-nagyon kedves. Hát itt több a kaja, mint a kártya, de ez nem baj. Sőt. Kedves Sánatos Péter FCA, sőt, hoztam nektek egy kis ajándékot, lehet olyan nem nagy durranás. Ó, kajának mindig örülünk.
Mail dévbe kapsz. Nekem annál nagyobb öröm, hogy kedvenc videósimmal találkoztatok. Na, látod, milyen király volt? Gondolkoztam, mit hozzak nektek, végül meg lett a döntésem, próbálok több rendezvényre, expóra jönni, Challenge csütörtök a kedvenc sorozatom, hát abban nagyon béna vagyok. Üdvözlettel, Sebestyén Levente László, köszönöm, hogy eljöttetek. Eljöhettem. Hogy ne jöttél volna? Na, nézzük akkor, hogy milyen kis meglepi van itt. Ó, egy Invincible. SCH-ét meg kéne kuksízni, nem? Úgyse fogja videóba kibontani. Csak megnézem, odaadom neki. Ő is Invincible. Nem, ő Topmastert kapott, ő még kapott jobbat, mint én. Na jó, vagy melyik a jobb, az Invincible vagy a Topmaster? Ez se egyértelmű. Ezt viszont SCH-nak félre, akkor már van neki egy ilyen kis pak fölül. Jól megkukkantottuk az övét, illetve a csokikat is majd szétosztjuk. Úgy is van itt ilyen kaja részleg. Majd ezt elfelezzük. Ez nagyon jó. Ezt köszönjük szépen. Na, Toblerone amúgy is nagyon fincsi. Van egy ilyen fémdoboz, FIFA 365-ös, nagy fémdoboz, ezt is nagyon örültem neki, amikor megláttam, hogy ennyi új szériás FIFA 365 kártya, mert nekem kb. Ennyi van összesen. Úgyhogy ez óriási nagy segítség. Oh, mennyi csillogós, mennyi Ajax logó, és ahogy látom, ez egészen sorrendben van téve, akkor így viszont azon gondolkodok, hogy nem pakolnám ki, hanem csak bele-bele nézegetnénk, hogy mik vannak, mert nagyon szépen sorrendben volt téve. Hú, még a ujjamat is beteszem ide, nehogy ellapozódjon. Hát ez teljes mértékben sorrendben van téve. Ha neked nem itt nézzük meg a kártyáidat, hanem majd az album bemutatónál, hiszen hogy a nagy része a tiédből lesz, az biztos. Hát ez nagyon szépen köszönöm. Ez mennyire durva. Döbbenet. Ezer köszi. Nézzük már az elejét, ott azért vannak izgalmas dolgok. Dual Invincible, akkor egyet abból szerintem ki is tehetünk. Illetve rengeteg limitált kártya az elején. Köszönöm szépen neked, óriási, nagyon-nagyon jó fej vagy. Azt a sorrendben raktad, hát ezt konkrétan így csak haza kell vinnem, és egy jó meccs alatt berendeznem az albumba. Császár. Nagyon durva vagy, úgyhogy ez most egy óriási segítség. Most nem a Premier League-hez, hanem ugye a FIFA 365-höz. Ezt ide is rakom, ott jól néz ki. Nézzük akkor a következőt. Ó, és végre visszatér a jó hosszú mail-dé. Bár ez rajtam múlik, mert én vagyok lusta. Ki nem válaszol az e-mailekre, de majd fogok csak... Válaszborítékokat szeretném visszaküldeni, most két nagy zsákkal mentem a postára, remélem most már egyre többen visszakapjátok. Kedves Ától, Matyi vagyok, első alkalommal küldök neked kártyákat, és azt szeretném, ha te is adnál nekem kártyákat, hát ez így is lesz. Amit kérnék, Vidis kártya, magyar válogatott kártya, Nemzetek Ligája, lila, paralel, húha. A többi azt teljesítette, a lila parallellem nem hiszem, hogy van már. Ha volt is, már rég elcseréltem. De rendítsek, persze, igyekszem majd jókat adni. Nézzük akkor, te is, gondolom, valami hasonlót küldtél. Nemzetek Ligája így is van. Ebből is rengeteg féle fajta típusú. Oké, ez FIFA 365-ös teammate. Itt bizony kell egy jó bemetszés. Úgy is van. Hát ez megint nagyon-nagyon komoly mennyiség. Köszönöm szépen. FIFA 365 2023 tombolódik tovább. Csillogós fronton, sőt mezlogó felállás fronton. Én nem is értem, hogy most az újban miért nincsenek mezek, miért nincsenek felállások, hogy miért kellett visszabutítani. Nem teljesen értem egyébként ezt az új FIFA 365-et. Nagyon-nagyon tetszettek a mezek meg a felállások. Na mindegy. Na, top class. Azon belül is tök jó kis lapok. Nézzük a következőt. Úgy. Ez egy... Kérlek, írd alá, pak. Na, még jó, hogy megnéztem amúgy. Igen, ez már egy kibontott pak, csak a Celluxon keresem a bontási lehetőséget. Úgy is van, megvan.
És akkor ezeket kell aláírni. Jó. Na, akkor ez viszont megy bele a borítékodba. Akkor ez pörög aláírásra. Nézzük ezt is. Úgy. Jó, sok FIFA 360-at itt is. Ez pedig Top Class Base utolsó pakli. Nagyon jó. Köszönöm szépen, szuper király. Nézzük akkor a következőt, ez megint egy Premier League doboz. Nagyon divatos lett Premier League dobozban adni a szajrét. Ez megint egy Premier League display dobozos küldés. Jól lett celluxozva, még itt a teteje is. Na, erre kíváncsi vagyok, mert ahogy látom, ebben minden van. Ezek micsodák? Jaj, ez a Disney! Ó, köszönöm szépen! A Disney matrica, kegyetlenül rosszul állok vele. Nagyon-nagyon nagy segítséget adtál most. Köszönöm szépen. Egyszerűen nem járunk az Ossamba vásárolni. Messze van, kiesik. Azért az albumért direkt ugye elmentünk, mondtam, hogy oda menjünk, mert szeretném bemutatni videóba a Trading Cards-on, bemutattam ezt a Ossamba Disney albumot. De azóta se voltunk. Egyszerűen nekünk nem esik útba. Nem ott szoktunk vásárolni. De ez így most nagy segítség. Köszi szépen. És itt pedig folytatódik a Premier League parádé. Hát mennyi csillogós. Jó ég, köszönöm szépen. Azt a mindenit. Úristen, ésszel felfoghatatlan. Mennyi csillogós, mennyi kártya. Remélem, hogy most már 100%-os albummal jelentkezhetek ezután. Bár akkor inkább ugye megvárom a gyorsan a fémdoboz bontást, hogy minél több limitáltat is be tudjak nektek mutatni. Ez azért még mindenféleképpen várat magára, de akkor viszont majd bontom a nagy fém dobozokat. Köszönöm szépen, nagyon durva. Hát ez nagyon meglepően komoly volt. Úgyhogy rengeteg szuper kártyával bővült most már a Premier League album. Én tényleg azt remélem, hogy 100% lesz ez a videó után. Szerintem jogos elvárás. Nézzük akkor. Itt egy ilyen kis csomag. Azon belül is vannak brikettek, van válaszboríték, van nagy levél, és vannak még brikettek. Van meglepi, bocsi, ha nincs sok dupla, oké. Okay. Nézzük. Szia Renato, Ábe vagy 11 éves, küldtem pár kártyát, remélem mindegyik tetszik, persze. Remélem te is tudsz visszaküldeni nekem előre, és köszönöm. Hát csak idő kérdése, de igen, lett meg valamivel. Jó. A levelet akkor be is rakjuk a válaszborítékodba, ami reméljük, hogy amúgy tökéletes, hiszen súlykorlát nélküli még tagoknak emoji is van rá, illetve postádába bedobta, ezek nekem a legfontosabb szempontok. Na, és ez a legolcsóbb válaszboríték egyébként. Csak egy ilyen fun fact, hogy amúgy még olcsó is. Úgyhogy azért éri meg ilyet venni, nem én trükközök, tényleg az a legolcsóbb megoldás. Azt a mindenit. Hú, mennyi top class, köszönöm szépen neked a rengeteg top class-t. Milyen kettes pak? Úgy. Lássuk meg, hogy ebben mi van. Hú, wow. Mennyi formágy, hát nagyon durva volt a futam. Ez a Katari nagydíj, hogy ennyire lenullázta a pilótákat, hogy teljesen kivoltak az élettől. Szegény Russell 300-nál elengedi a kormányt, hogy hűtse magát. Félelmetes volt, nagyon durva. Ritkán látni ilyet. Ez pedig egy jó kis 2024-es FIFA 365. Ja, erre írtad, hogy nincsen sok duplát, hát semmi baj, mert itt egy Bappé egyből, tehát ennél jobb már nem is kellhet igazából. Nézzük a meglepi pakkot. Erre is kíváncsi vagyok. Kinek mi a meglepi? Hát ez mondjuk eléggé meglepi. Egy Invincible. Ó, Papaya Limited Norris. Olé. Az nagyon különleges limitált kártya. És itt bizony jön egy Euro 2020-as Chrome kártya. Ó, miket küldtél te, srác? Azt a mindenit.
Nagyon-nagyon durva lapokat küldtél most. Filózok a Papaya Norris vagy a Mozaik lap. A Mozaik az prémiumabb, de a Papaya Norris Limited az is nagyon-nagyon durva. Hát ez egy nagyon különleges limitált verziós kártya. Jön ki a Mozaik a standre. Ez most már egyértelmű, hogy egy Mozaik kártyának ott a helye a standen. Köszönöm szépen, ha meg még nincs is meg a albumunkban, az meg csúcs, szuper lenne. Nézelődök, hova menjünk tovább? A bontással. Oké. Okay. Na, gyere ki. Úgy. Ez egy válaszboríték, ami sajnos nem jó, mert nincs ötte semmi. A cím ott van, de amúgy nincs egy darab bélyeg se. Postakész válaszborítékot. Kérlek, ez fantasztikus. Legolcsóbb, legjobb. És új korlát nélkül annyit pakolok bele, amennyit akarok, már raksz erre bélyeget, mondjuk az se jó, mert kb. 20 kártyát tudok beletenni. Nem, súlykorlát nélküli a legjobb, úgyhogy kérlek, pótoljátok egy jó válaszborítékkal, a legolcsóbbal, a legjobbal, és akkor az úgy tökéletes, úgy tudok visszaküldeni. Köszönöm szépen Premier League kártyákat, megint Premier League, hihetetlen. Ú, ez meg valami speckó kártyajáték. Az ám, hát itt vannak még mások is, de az elején nekem ez nagyon bejövős volt ez a Top Trumps ilyen speckó kártyajátékos dolog. Illetve itt van, úgy szintén ilyen speciálisban, Iniesta, meg még jó sokan, Iniesta-nak ilyen csillogós lapja is van. Nézzük már a levelet, hát abban van bélyeg, vagy bármi, nem. Szia, ez az első, szia Ráta, ez az első csomó, amit küldök, sajnos nagyobb borítékot nem találtam, nem a boríték méretével van a baj. Csak ennyi mindent tudtam küldni. Legközelebb kérlek, a jó válaszboríték legyen az első. Az a fontos, a legkisebb súlykorlát nélkül ilyet kell vásárolni. Ez tökéletes. Postán simán meg tudjátok venni, és az a legjobb. Úgyhogy leesett egy Bappé. Nem. Hakimi esett le. Nézd oda. Úgyhogy ezt vissza is raktuk. Úgyhogy kérlek, a jó válaszborítékra figyeljetek. Nézzünk egy következőt. Ez egy ilyen zacskós küldemény. Hát megpróbál kipakolni a zacsiból, mert már az önmagában durva. Jó. Elméletileg. Megnézem még, mi van az alján. Egy ilyen nagy, nehéz pakolt az alján. Ez micsoda? E-mail cím. Cím. Aha. Hüha. Jó, megpróbálom feladni. Eléggé nehezen tudom elolvasni, de igyekszem majd tőlem telhetőt megtenni. Oh, mondjuk ennyiből menni fog. Azt a mindenit. Hát ebből aztán lehet majd feladni egy jó 200 eurós. Próbálom kipakolni a pakkokat. Ja, értem. Válaszborítékra. Na, akkor viszont jó, akkor ezt így megpróbálom így összehajtani, és akkor remélem nem veszik el meg semmi ilyesmi, majd ott volt a pénz, abból meg tudok válaszborítékot venni. Oh! Wow! Milyen régi bélyegek, meg üveggolyó. Érdekes. Mi van még benne? Oh, na jó, ez a gyereknek biztos, hogy tetszeni fog, ez nekem is tetszik. Menjünk tovább, mert ezt szerintem estig is tudnám csinálni. Katar, aláírós, itt egy levél, na nézzük, kicsit nehezen olvasható a szín miatt, ez a piroson ezüst. Szia Renáta, elsőre küldök neked csomagot, 11 éves vagyok, Balázsnak hívnak, cserébe topkász, szifáromat, vagy kártyákat kérek, Négó Filia, kérlek, egyszer egy barátom sima csomagból nyitott, ja képzeld, kék De Bruynt, és piros Messi-t előfordulhat, ez nagyon menő egyébként, az extrém ritka bontás. Jó, akkor újra gondolom, ez lesz az alapja mindennek, hiszen itt a levél. Ebbe teszem bele ezt a pakkot, és volt egy aláírós pakk, azt már bontjuk is, hiszen ezt meg alá kell írni. Ez micsoda? Kérlek, szabályos körbe. Oké, ez pedig. Ah, nézd meg, egy sima kártya, de van még. Ott is van egy kártya.
Nagyon trükkös. Ott is ott van. Jó, megvan minden, akkor ezeket meg alá kell írni, és akkor így teljes a pak. Ezt akár le is hajthatom a tetejét, és akkor így nem fog kiesni belőle semmi. Na, szuper, ez is megvan. Nézzük a következőt. Azt a mindenit. Mintoplast, jó ég. Mi van még? Még több pak. Uha. Jó, ennyi. De hát ez brutális. Nézzük, ez micsoda. Videó ötlet csécsébe. Na. Ilyen se jött még. Általában Peti szokta kitalálni egyébként. Ja, hogy menjünk el. Aha. Budapest shootingba lövöldözni. Jó, hát ez mondjuk nagy volumen. Az nem ilyen irodába felvevős kis költségvetés, oda operatőrt is kellene vinni, meg ki kell bérelni a teljes helyet majd, ha jó sokan megnézitek a videókat, akkor talán lesz rá való, de köszi az ötletet. Egy csontváz, aki már annó standre került, stand reményében ismét jött egy csontváz, de ezt majd kártyáknak meghagyjuk, ettől függetlenül csontit ide tesszük. Ez egy Vanilla Café mini csoki, úgyhogy jön a kajás részhez, köszi. Ó, oh, megint egy játék, amivel órákat el lehetett. Zseniális, köszönöm szépen. Autó, fiam, úgy szintén nagyon örülni fog neki. Egy Porsche, illetve egy Ferka. Nagyon menő, milyen jó. Szépen ki van dolgozva ez a Ferrari. Elfogadnám. Ide megy a kisfiam részhez. És akkor ez egy Lego Ninja Go fej. Nézzük már ezt az üveggolyót. Ezt mi akar lenni? Szóval... Aha, ez rengeteg ilyen madaras régi bélyeg. Ezt oldalra tesszük. Ezek pedig ugye az üveggolyó, illetve... Na, jól betámadt a szegény Verstappent. Ezt hagyom egybe így. Mert erre az üveggolyóra is, a Lidl-ös üveggolyóra is megy egy külön gyűjtemény. Úgyhogy ez úgy maradjon egybe, mindenki jobban jár. Nézzük. Tipikához hazók. Ó, és ráadásul fém is van. A fém amúgy nekem jobban tetszett. Ez olyan quality volt. Szuper. Van itt meglepi pak, hogy látom, fel vannak számozva. Most már mindegy. 100% hogy nem gyűjtöd. Mini meglepi. Nézzük. Ja, Minecraftos. Igen. Hát ebből csináltam videót is. Illetve valamilyen siófoki állatvédős kutyás megoldásos dolog. Köszönöm szépen. Ez micsoda? Random. Nézzük a random pakkot. Ó, videótonos csapatkép limited. És még rengeteg-rengeteg random kártya. Köztük prémium NBA lappal a semmiből. Oly de jó. Ha más nem már a standre kerül, azért mégiscsak egy ilyen prémium app széria. Nézzük ezt. Ez copy-paste, Mbappé. Látjuk. Ah, Marcia. Oké. Okay. Itt a poén részét, ezt most valahogy nem értettem. Marcia önmagában egy elég jó játékos. Nem hiszem, hogy copy-paste lenne. Főleg, hogy idősebb, mint a Mbappé. Na nézzük, van egy korona, nagyon jó. Ez pedig Premier League. Okay. Na, megint a Premier League. Köszönöm szépen, rengeteg kódos lap, amit be lehet váltani az alkalmazásba. Premier League lapokat megtesszük ide föntre. Ez pedig meccsetax lesz. Itt is kódos lapok tömkelege, amit ugye be tudtok váltani, az abban ezek pedig már maguk a kártyák az új szériából. Jó sok, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, mert ez igazán nagy segítség az albumnak. Úgyhogy ezt is ide tesszük valahova, ahol nem lököm le. Van Katar 3-as pakja, és itt pedig a Kataros VB szériából csillogós logó, minden. Jól néznek ki ezek is, köszönöm szépen.
Nézzük meg ezt. Ez Harry Potter, gondolom a Tesco-s matrica. Így is van. Így is van. Az már szerencsére 100%, de köszönöm szépen a küldést egyébként, úgyhogy ez is jön ide félre. Van itt egy meglepi. Nézzük meg ezt a giga nagy pakot, mert ez durva. De ez mind top class. Azért az nagyon kemény, egy zsebkendőnyi top class tulajdonképpen. Ó, brutális vagy, hogy ennyire durván gyűjtöd a top class-t, ez számomra döbbenet. De akkor ezek szerint igen, ennyire pörög a top class. Hologiantek, unbeatable-ök, azt a mindenit. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, elképesztő mennyiségű top class. Ez nagyon durva. Ez mekkora stóc már. És hibátlan állapotban van egyébként, úgyhogy ez külön köszi. FIFA 365 matricák. Na, ezt a zacskót, ezt megküldted. Hát itt is milyen ritka matrica van egyből az elején. A Shield matrica. Az is egy tök jó pofa dolog, hogy van ilyen. Nézzük ezt. Ilyen FIFA 365 megoldás. Ó, és itt is, hát persze, a jó limited. És a végére pedig egy Game Changer, Tadics, köszönöm szépen. És már csak egy 200 eurós maradt a leges legvégére. Ami, mit rejtesz? Micsoda? Régi pénzek vannak ott. Tiszta menő, videóban még akár ez jól is jöhet. Aj, de menő. Hát ne szórakozz, micsoda játékpénzek. Nagyon komoly, köszönöm szépen. Ez is tök jó pofa. 5 eurós, mindkét oldal meg van csinálva? Nem, akár. Az lett volna a poénom, úgyha mindkét oldal meg van csinálva. Ezeknek sajnos nincs meg, de amúgy meg tök jó. Ez a tartó, ez a szütyő tetszik az egyik legjobban. Pénztárca, igazi jó kis briefkó. Úgyhogy ezt is köszönöm szépen. Jó, gondolkodok, van itt fönt a gépház tetején is egy pak, menjünk ezzel tovább, hiszen még rengeteg bontani való van. Nem, hogy egy órás mérdék, közel majd két órás lesz, szerintem még annyi minden van hátra. Ez az expo, ez egy komoly kaland volt, ez biztos. Na, nézzük, van itt egy ilyen levél, pakoljunk ki, vegyes, top class. Vegyes, régi FIFA 365, Matchetax, ez pedig Premier League tavalyi meglepi pak, jó, XXL, ez pedig jó sok lóvé, ahogy érzem, dobozt kiürítettük, hoppá, gangos volt, itt mi a helyzet, aha, ezek pedig a címek, úgyhogy ebből meg tudom majd a válaszborítékokat finanszírozni, de te már küldtél amúgy. Majd az utcanév alapján ugyanannak tűnik. Igen, ez a ügyvédi iroda félelmetes papírja. Bennyivel küldök pár kártyát, cserébe szeretnék kérni Top Class 2023 Real Madrid-os kártyát. Aztán lehet, hogy ugye testvérek vagytok, ezt most így a számomra nem derül ki értelemnyébe. De majd visszaküldésnél egyértelműen látni fogom, hogy mi a helyzet, és figyelj, akkor ne adjak ugyanolyat. XXL kártya, egy jó, Luka Modric az első XXL a videóba. Köszi szépen. Van itt egy ilyen meglepi pakka 11-ben, ez az előzőnek a meglepi pakja, amit nem bontottam ki. Hogy lehettem ilyen felelőtlen? Nézzük a meglepi pakkot az előzőből. Matricák vannak benne, kópos matricák. És ez az album megvan nekem, úgyhogy ezt is félreteszem, hiszen be tudom tenni. Jó, nézzük akkor, vegyes. Oké. Okay. Ó, hát ez tényleg vegyes. Mindenféle FIFA 365 széria, teljesen szerteágazó minőségben, illetve maga a széria is az. Premier League. Nézzük. Ahogy látom, rengeteg Premier League-es, ez jóval korábbi széria. Ez már ugye a 2023-as. Tökéletes. Hiszen az se 100%.
Top class, fantasztikus zsírukapus is ott van. Úgy, mi van még itt? Vegyes. Ez is Premier League-es, de orlátom, matchetups is van benne, meg mindenféle más széria. Nézzük még egy ilyen vegyeset. Willi Orbán. Az már nem egy rossz dolog, hogyha van benne Willi Orbán. Nagyon király. Illetve az előzőnél mondtam ezt a kosaras kártyát, de ez megéri nekem ott a standard, úgyhogy ezt már pótolom is, mert most jutott eszembe, hogy ezt nem raktam ki. Úgyhogy már 4 standesünk van, egyetlen egy stand maradt kiadóra, úgyhogy megnézzük, hogy ezt majd valaki elviszi-e. Vagy marad úgy. És ráadásul az ilyen talpas stand, amire tényleg durva kártyát szeretnék majd tenni. Ezek pedig tavalyi Matchetax kártyák. FIFA 365, nézzük. Legjobb, legkirályabb FIFA 365-ök méghozzá. Széria szempontjában 2020-as, tehát azért ez is már egy jóval régebbi kiadás. Van egy király egyébként, meglepi. Ó, százklábos, limited, legenda, Brian Robson, legenda lapja. Nagyon szépen köszönöm, 2 is van belőle, hogy egyet tovább tudok adni akár SCH-nak is. Köszönöm szépen. Nézzük a következőt, ez megint egy ilyen nagyon furi, mert itt az aljába helyezkednek el a cuccok, és tepejében nem igazán, de mégis a boríték óriási. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi van benne. Szerintem azzal járunk a legjobban. Van benne egy kisebb boríték, és ennyi. Tehát a nagy borítékben egy kis boríték, kifejezetten trükkös módon. Reméljük abban még egy boríték, meg aztán még egy boríték. Nézzük. Ha mondom, hogy még egy boríték, hát látod? És itt pedig 2 pak. Oké, okay. Nézzük meg a levelet. Kedves Sátó Balázsék, 12 éves, küldök neked kártyákat cserébe, bármilyen Ronaldós kártyát szeretnél kérni. Hiánylistád, legyen szép napod. Balázs, köszönöm szépen. És itt pedig a hibátlan válaszborítékod. Nagyon jó. Úgyhogy ez is megy a válaszboríték hegybe. Szóval lehet kibontani. Ja, van rajta ilyen cellux rész, akkor ott megpróbálom. Úgy. És ez pedig, ó, hát ez egy nagyon vegyes összeállítás lett. Még unbeatable csodakártyák is vannak benne, úgyhogy azt is nagyon szépen köszönöm. Hologiant, még több unbeatable, Messi, nagyon jó. Köszönöm szépen. És akkor még itt is van egy-két finomság. Úgy. Úgyni. Nagyon-nagyon jó. Ó, de jó, női ligás, vagy hát a VB-s játékosok, azoknak is nagyon örülök. Messi, megint csak. Hiszen nem 100%, ó, maximum 80%-os a női album, nagyon-nagyon rosszul haladtam vele, nem sikerült abból eleget bontani. Gondolom az is benne, hogy nem játszottunk vele RCH-val, mert tényleg nem, inkább a top class gyűjtöttük, hát ilyenkor meg sír az ember, hogy már nem nagyon lehet kapni. Na nézzük, ez egy jó kis doboz, ezt is a rendezvényen kaptam, főleg abból látom, hogy nem volt ragasztva, ez nem tudom mi, abból lehet kiestek kártyák, ez így fogalmam sincs, hogy micsoda. Jó sok boríték, mennyi boríték, de úgy igazából nem tudom, hogy ezzel most mit tudok csinálni, de köszönöm szépen, hát ha kell boríték, gondolom. Ki tudja, mikor kell a boríték. Oké, akkor ezt így elrakom. Ez mi? Mário. Aha. Szeretnék kérni top. Vagy olyan szér, mi? Hűha, ez a fura viszintes, nem? Függőleges írás. Ez mire nem volt nekem így könnyen olvasható. Nézzük. Na, a Máriós matricák, az már viszont könnyen olvasható. Nagyon szépen köszönöm, meg Harry Potteres is van. Top class. Csillogós. Nézzük meg. Ó, és igen. Itt is vannak a jó top class csillogósok. Köztük unbeatable-lel, úgyhogy ezt is ismét innen is köszönöm szépen. Nagyon jó kis kártyák. Hát ez mondjuk eléggé durván szomorú a
kinézete, úgyhogy ez oldalra. Úgy, ezek pedig Máriós. Ó, hát itt is azért kár, hogy a fólia felperget, ezt így az ember nem szívesen teszi albumba. Úgyhogy ez így eléggé szomorú történet. Van itt még Super Mario. Nézzük, hogy ki tudom-e húzni belőle a kártyát simán. Kijön a kártya a pakból, köszönöm szépen, itt is össze van firkálva. Sajnos az ember ez ilyet nem szívesen teszi bele az albumjába. Még ez csak-csak hagyjál, de ez az összefirkált, ez nálam nem pálya. Pokémon, Léci, ne legyen összefirkálva, meg keresztbe hajtva, és akkor nagyon-nagyon fogok neki örülni. Ezt a kártyarongálást ezt sose értem amúgy, ezt annyira nem szeretem. Annyi minden más lehetne csinálni kártyarongálás helyett. Na nézzük. Nem, ezek jók. Ezek szerencsére ezek jó állapotban vannak, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Elkezdtem egyébként egy Pokémonos albumot, úgyhogy oda tök jók lesznek majd. Premier Liga. Nézzük. Most már annyi Pokémon kártyám lett, így időközben ráértem, hogy muszáj egyszerűen neki valami albumot nyitni, mert nem lesz jó, ha nem fogom elkezdeni albumba rendezni, mert csak katyvasz lesz a vége. Aztán egyszer, ha majd jól áll, akkor majd bemutatom nektek. De még attól nagyon messze vagyunk. Na nézzük. Egy ilyen üres kártyagyűjtő albumban van, tehát semmi prémium dolgot még neked zéltek el, de szeretném majd, ha sok Pokémon lesz, akkor átkerüljön majd egy prémiumba. Albumba. Jó, na, ez már durva. Itt XXL-ek, meg mindenféle nagyon-nagyon menő Bellingham XXL, de szép. Meg rengeteg új szériás fűfáramatot, nem aláírós pak? Nem, ezt te küldted nekem, nagyon szépen köszönöm. Ez a Bellingham, az nem volt meg, az menő. Ez is új szériás, mi fáramhat, mert bedurvulunk azért itt a végére, van régi széria is. Köszönöm szépen. Ez egy jó vegyes matrica, amiben van Harry Potter, illetve mindenféle Frozenes matrica is. És itt a vége, fuss el véle, ne küld vissza. Jó. Oké, mi van benne? Miért küldeném vissza? Szúnyog. Vagy inkább légy. Na jó, oké. Rendítsek. Köszönöm szépen a küldeményedet. Nézzük a következőt, hiszen vannak itt még dobozok, úgyhogy menjünk tovább egy Nike dobozzal. Be is... Ma ez mondjuk fel van címezve. Itt is ugyanaz a baj, hogy egy árva bélyeg nincsen rajta. Ez így nem jó. Postakész borítékot küldjetek kérlek, és abban tudok visszaküldeni, hogy ne kelljen minden egyes nap sorbálni, hanem tényleg be tudom dobni a postáldába, és akkor kiveszik onnan, mert már ki van fizetve, az a legjobb nekem. Ez az egy, amit én kérek a visszaküldését cserébe. Na nézzük, mik vannak itt? A Liverpoolos pak, na ez már tematikus, ez már tetszik. Akkor ez ilyen belgás lesz? Úgy is van, ez belga pak. Nagyon tetszik ez a tematikus dolog. Mi van még benne? Interes. Ez barcelonás. Hát a kártyák állapota nem mindenhol a legjobb, sajnos. Enyhe sérüléseket azért felfedezek. Van kettő Dortmundos? Na ez Dortmund? Ilyen sok Dortmundos kártyád van ezek szerint? Mert hogy ez is Dortmundos. Itt a Dortmund ezt megnyerte ezt a csatát, mert hogy nekik van kettő pakjuk. Ez pedig egy csak francia. Aha, tehát nem is a csapat volt itt a lényeg, hanem inkább a francia. Nagyon-nagyon fifikás a kollekció összeállítása Ronaldóval. Oh, na. Meg jó, hogy észrevettem. Egy Varane Topmaster, így mondjuk azért meccsben van a Manchester United. Na, ez már más kérdés. Mert 500 forint az viszont bőven elég, hogy én vegyek neked akár egy király elsőbségi vázborítékot is, hogyha van persze, úgyhogy akkor mindent vissza. Mert akkor tudok neked visszaküldeni. Viszont így, mert megveszem neked, mert ha már pénzt küldesz, akkor rááldozom az időt. Ezek pedig
nem felvegyes kártyák. Jó. Itt a level. Szia, kedves futballkártyám, küldök pár kártyát cserébe. Egy hiánylista. Nagyon momentum van, nagy segítség lenne. Hát ez... Igen, azt gondoltam. Sajnos nincsen csere momentumom. Durva is lenne. Ha lenne, mert nagyon-nagyon ritka kártya, ugye. Oké. Okay. Kicsit régi, nézzük meg. Viszont így menni fognak vissza neked, cuccok. Mindent visszaszívok, mert meg tudom venni neked a válaszborítékot. Hogy? Nagyon jó, köszönöm szépen ezt is. Ez La Liga, na, van La Liga-s kártya? Ja, hogy úgy La Liga, hogy Mestotaxból kiválogattad. Aha, azt hittem La Liga széria. Akkor nem, vegyes felvágott 2.0. Na, szeretjük a vegyes felvágottat. Hiszen finom, és van benne minden. Nagyon jó. Katar. Ó, itt is a végén azért megküldted a durva csillogósokat. Ez megint egy ilyen vegyes pak. Mindennel, még limiteddel is. Hát itt egyedül a sarkak, amik nem voltak annyira rendben. Ezt kicsit sajnálom, de a küldésed az viszont eléggé durván jó. Úgy, ne nézzük. Hát itt is mennyi minden van. Össze vannak ragadva a kártyák, furcsa mód. És egy kis matrica. Ott is van. Nagyon szép állapotban, rengeteg matrica, úgyhogy ez tök király. Akkor egy albumba be is tudom majd tenni. Na és akkor, hoppá, itt egy küldemény, amit nem is bonthatok ki. 200. mérdé, azonnal félre rakom. Az még nincs itt, úgyhogy azt nem is bontom ki akkor. Nézzük a következőt. Tökéletes a válaszborítékod, magadnak is fel van címezve. Van itt egy ilyen vegyes egy. Nézzük akkor ezt a pakkot. Durva, azért itt most már eléggé kemény mennyiségű kártya van. Vegyes kettő. Nézzük ebben mi van. Rengeteg. Féle fajta, illetve széria is, még 2017-ben is, 18-ban is visszautazunk. Levél, CFCH, Mártának hívnak, 13 évesök, nagyon remélem, hogy tetszik a kártya. Persze, ezeket a kártyákért cserébe szeretnék kérni. 23-21-es Premier League-et, na tessék, hát abból van. És esetleg prémium kártyákat XXL-t, ami nem focis, olyat nem kérek. Oké, okay. Előre is köszönöm, nagy abba a videózást, sok sikert a továbbiakban. Sok egészséget. Bocsa, csúnya írás. Én nem írtál csúnya, tudtam olvasni. Ja, és még annyi, hogy Premier League-ből sok limitáltat, ha van Golden Boulder. Na, azt még megnézzük, hogy a Rashfordon meg a Gakpon kívül vannak Golden Boulder, de majd igyekszem valami jót küldeni. Ott egy meglepi pak, egy top class pak, nézzük a top class-t. Ebből is mindenféle. Top class, Premier League 2024-es pakli, amit összeállítottál. Három csillogóssal. Trading, na, nézzük. Én nem küldhetett tradinget, de te küldhetsz tradinget. Micsoda dolog ez. Jó. Azaz, Lego Ninja Go, Fortnite. Én szerettem a tradinget, úgyhogy én örülök neki. Ez pedig FIFA 365, Premier League-es csomagban, és tavalyi széria. Köszönöm szépen neked, szuper, és itt egy kis meglepi pak, amiben prémium kártya is leedzik. Nagyon szépen köszönöm, egy jó kis Donruss Watson, nagyon menő, jól néz ki, úgyhogy ez király kelül standre, viszont én nem őt raknám a standre, hanem akkor menjen a Verstappen a nagy standre, hiszen egy paralel 100 scrubról van szó, ami tényleg egészen ritkának is mondható, és akkor így áll a standes dolog, de ez a Verstappen, ezt én lelökhetőnek érzem, de ahhoz tényleg durvát kell villantani,
Úgyhogy el van foglalva az összes stand, és van esély, hogy ezek között akár változás is lesz, attól függően, hogy majd miket bontunk még. Jöjjön a következő levél. Nézzük. Van itt ilyen, hogy ez Zalán, van itt egy ilyen másik pak. Oké. Okay. Áron, meglepetés, Áron. Oké, okay, válasz. Hát ez csak egy ajánlatszelvény. Ez a válaszboríték. Jól fel van címkézve, úgyhogy szuper ajánlatszelvény akkor bele. Ez pedig, nézzük. Ott egy busz, ja nem, az egy vidi, ja. Ezt busznak néztem először. CFC, Zalán vagyok 7 éves, vidis kártyákat és nagy kártyákat, vagy nagyon magyar kártyákat. Csak rájöttem. Nagyon jó. Oké. Nézzük meg az árompakkokat első körben. Hiszen ebbe is vegyesen van mindenféle. Ez is árompak. Ez is egészen vegyes logós megoldással. Ez is árompak. Na, itt már azért messzi, csillogósak, rendesen tomboltak. Áron bedurvul a végére, hiszen durrantja a meglepít. Ó, és ez tényleg meglepi, hiszen Golden Baller is beduplázódik. Köszönöm szépen. Ez nagyon szuper. Ez meg egy ilyen írás nélküli pak. És van egy ilyen nagy zalánféle pak, amit meg kell késezni, mert másképp nem adja. Jó, most már bontolj ki, légy szíves, köszi. Úgy, és akkor a zalánféle csomagban Forma 1, legújabb széria, azon belül megint csak minden, vegyesen. Volt a végén még NBA is, ahogy láttam. Nagyon jó. Titan kártya. Ez a bontatlan, hát már itt nyúkálni kell, mert nem látom, hogy mi a olyan, amit nem is néztem meg. Ez is egy jó kis vegyes pak, illetve itt pedig egy barszás. Hát azért Áron elvitte a prímet a Golden Bowlerekkel. Köszönöm szépen nektek a csomagot. Nézzük a következőt. Töllősi Zsombor. Mit küldtél? Azt mondja, hogy Atlético csapatok szerint van. Ez mondjuk eléggé király megint. Ha, elszakadt a gumi. Ó, három logó. Hát ez egy király csapatok szerinti rendezés, úgy is van. Nézzük, ez egy Ajaxos pak. Itt nem szakadt el a gumi. Ez egy strapabíró verzió. Vagy én nem vagyok annyira vandál. Köszönöm szépen az Ajaxos csomagot. Ez egy Liverpoolos csomag, jó vastag. Duplán is van elluxozva. Nagyon jó. Ezt levesszük. És a rengeteg Liverpoolos kártyával találkozunk. Ez pedig egy Shakhtar Donetskes csomag. Úgy szintén jó biztonsági záras, gumi megoldása és egy rengeteg Shakhtar kártyával. Köszönöm szépen. Szöllősi Zsomborra úgy szintén megint tovább megyünk. Ő is a Expo-n adta oda egyébként. Úgyhogy erre is emlékszem így. Úgyhogy nagyon sokan közületek az Expo-n dobtátok le a bombát. Nézzük, ez egy jó Bayern Münchenes csomagocska. Ott mindenféle Bayern Münchenes cuccal. Inter. Nem is bírom kibontani. Ott is van a szép kis Inter kártya csomag, ami talán eddig a legnagyobb. Ez jó nagy csomag volt. De ez is eléggé durva. Barcelona is ott van a toppon. Na majd ilyen kupában ez izgalmas lesz, hogy melyik kártya jön a legtöbbször. Eszméletlen mennyiségű Barcelona lap. Köszönöm szépen, ez is egy durva csomag volt.
United. Nézzük. Itt is rengeteg Manchester United-es kártyát. Köszönöm szépen. Állapotuk is egyébként egészen felüdítő. Ja, itt volt egy csomag, amit nem bontottam ki. Nagyon jó. Ezeket is oldalra tesszük. Nézzük akkor, hogy Sombor miket küldött még, hiszen a csapatokra most nagyon ráfeküdt. És itt van egy MOL Fehérvár, amit most bontok. Már nem is MOL, már csak simán Fehérvár. Akkor még MOL volt, most már nem MOL. Rengeteg Fehérvár kártya. Köszönöm szépen neked. Van itt egy Chelsea. Úgy. Nagyon jó, iszonyat mennyiségű Chelsea kártyával. Ez a tematikus elrendezés, ez azért segíteni fog. Bármit is akarok albumba tenni. Hiszen a számozás is ugye ez alapján van. A csillogósak azok, amik eltérőek lehetnek. Nézzük a következőt. Palmeiras. Ahogy látom, rengeteg szuperlappa, illetve itt van egy PSG. Fekete gumival, nagyon halálos kinézetű fekete gumi. De mögötte kedves kártyák lapulnak, szuper jó. Zsombor továbbra is durvul, hiszen ez nem az összes csapat volt. Itt még van olyan, hogy Juventus, City, és hogy nézzük a következő pakját, hogy abban mi van. Manchester City kártyák. Ó, és ebben a Fodenből volt vagy három is, úgyhogy ez is egy komoly cucc. Nézzük, Juventus. Lehet már egy új stócot kell majd neki kezdeni látószögön kívül, de muszáj. Mert el fog borulni az, ami itt van mellettem. És itt pedig a Lyon-os lapok tömkelege. És szintén rengeteg lap. Real Madrid. Olyan is van. Rengeteg. Akár egy típusból, több is, vagy egy játékosból. És akkor itt a cím, meg az 500 forint levél. Minden. Nagyon jó. Ó, na ez már a küldeményes csúcsa, ahogy látom, hiszen meglepés van, illetve a cím a másik oldalán, amit remek mód széttéptem, de itt az 500-as, amit ott kaptam tőletek az expón, úgyhogy természetesen megy vissza, azért majd összeragasztom, és akkor láthatóvá válik. Nézzük akkor a levelet. Ja, hiánylista, aha, és itt a levél. Kedves Sátor Zsombor, vagy 11 éves, nagy focira engő, a kedvenc csapatom a Fehérvár, szeretem a videóidat, további sok sikert kívánok, köszönöm szépen, illetőleg itt pedig a hiánylistát, nagyon jó, úgyhogy ezeket akkor össze is hajtom, megy bele a kicsit szétcincált levélbe az 500-as mellé, hát na jó, hát ezt jól szétszakítottam, de majd összelegózom, és akkor megy neked vissza a levél. És a meglepő pakkodat nézzük is. Ó, bizony, hogy vannak benne nagyon durva kártyák, limitáltak egymás után. Köszönöm, Invincible, de durván odapakoltad. Azt a mindeni, topmasterek, de király vagy, Ronaldo, Bappé, Golden Baller, Son, és itt még jó néhány limitált. Nagyon durva volt a meglepő pakkod, azt a mindenit, komplett topmaster sor. Nincsenek szavak. Nagyon szépen köszönöm neked. Ez félelmetes volt. Nézzük. Következő adag. Ez pontosan mi is lesz. Hiszen folytatjuk a csapatos parádét. Ez az utolsó egyébként Zsombortól. Csak közben itt a meglepi pakkal is muszáj volt operálni, mert túl izgalmas volt az is. Ácsi Milan. Azaz. És itt pedig rengeteg Milan kártya. International Stars.
Messi. Messi, és ezek csak csillogós international sztárok. Nagyon szépen köszönöm. Dominator. Na itt akkor átmegyünk azért tematikus csillogós parádézásba is. Bizony. Szegény gumi. Nagyon komoly. Ja, Dortmund, nem Dominator, Dortmund. Csak az international sztárok voltak. Külön szedve nagyon szépen köszönöm. Ez nagyon durva volt. Úgyhogy nézzük akkor a következőt. Egy ilyen gigantikusan nagy csomag, és nagyon nehéz, viszont nem fog sokáig tartani, mert hogy a Collect All-tól van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nekik. Hiszen azt az aláírós kártyát is tőlük tudjátok beszerezni, illetve itt pedig egy gigantikusan nagy csomag. Azt a mindenit. Hát ezt videóba szedjük ide, kibontani már nincs is hely, nézzük, hogy mi van benne. SCL már kapott tőlük pakot, valószínűleg ugyanaz lesz, nekem is így is van. Panini FIFA 360 2024-es bontatlan 50 kártyás display doboz náluk is megjelent, elérhető már náluk is, és a slusszpén, hogy általam aláírt kártyát ugye meg is kapjátok mellé a rendeléshez. Hát ez nagyon durva, vagy nem is általam, lehet, hogy SCH írja alá. Hát ez teljesen random mód dől el egyébként, hogy az én aláírtamat kapjátok, hogy SCH-t, de szerintem egyikkel se jártok rosszul azért. Ez nagyon komoly ez a doboz. Azt a mindenit. Fuhú, köszönöm szépen. Nem fér ki, egyszerűen nem. Hát mondjuk, remélem nem teszek vele tönkre semmit. Amúgy kettő van benne. Hoho, úgyhogy itt lesznek videók. Lesznek nagyon-nagyon jó FIFA 365 videók, az biztos. Ahogy mondtam, ezt köszönöm szépen, ez brutális ez a csomag. Nézzük a következőt. Ugye ebben mi van? Autóparádé. Jó, ez mi? Autó, de várjál. Van ilyen toploaderes csomag. Vegyes, meglepi, jaj, milyen durva dolgok vannak benne. Na most látom. Meglepi még. Oké. Okay. János. És oda komoly pakot raktál össze. Top class. Várjál. Azt a mindenit. Mindent kiszedtem? Azt hiszem mindent kiszedtem. És nagyon durva a levelet. Ejtettem le egyedül, de az is megvan. Szia, föcöhö. Az hogy van? Pékáru. Így van. János, hogy 13 éves, már régóta szeretnék neked küldeni. Ó, köszönöm szépen, nekem van egy Facebook csoportom, amibe Giga Break a neve, csatlakozza szeretnél. Kisfiadnak tette meglepít, remélem örül majd neki, és te is majd. Na persze, hát elég sok mindent küldtél. Bocsát, a csúnyán írok, nem vészes. Oké. Okay. Na nézzük akkor. Itt a válaszboríték, jó-e? Nincs rajta bélyeg, meg nem postakész. Hiába a gigantikus méretű a boríték, az nem elég. Ez nem elég a 17-es méretű óriás boríték. Nem azon múlik a dolog, hanem a súlykorlát nélküli. Hogy egy súlykorlát nélküli boríték legyen, sajnos nem jó, mert látom, hogy nagyon sokat meg jót küldtél, és azért vagyok szomorú igazából. Úgyhogy kérlek, pótold a borítékot valami atomkirályt. Postakészre. Ezeket nagyon szépen köszönöm, fiam. Mondjuk ez kicsit izé csáli a kereke, de majd gondolom ő is megagyusztálja. Köszi szépen ezeket a kis járgányokat. És akkor nézzük, hogy miket küldtél. És létszi a bázborítékot majd akkor javítsd, és akkor tudok visszaküldeni. De hát, ha az egyikbe pénzt találunk, és akkor nincs semmi probléma, akkor megveszem neked a jót. Hú, jó sok top klasszosok, és ráadásul nagyon szép állapotúak. Itt egy jó vegyes. Ó, és a vegyesbe egy Salinho. Top Master, és a végére is még egy Rising Star. Nagyon szépen köszönöm. Itt is vannak még jóságok. Csúcs. Itt a hármas. Vegyes pakk. Ó, és csapatok szerint van rendezve egyébként. Hiszen kibuknak a Giant Lewandowski-k. Nagyon szépen köszönöm neked.
úgy szintén ezeket is. Nézzük a következőt. Ebben mik vannak. Ó, nagyon komoly kártyák. Ajaxosoknál is. Ott egy Tadic, itt egy Limited Edition. Az meg még durvább. Nagyon jó. Nézzük már a Premier League-eset. Ó, de jó, ez is a legújabb széria. Premier League-je. Köszönöm szépen. Vagyis a nagy Giga Premier League stócban. Van itt egy meglepi. Oké, most már csak rá kell jönnöm, hogy hogy nyílik ki. Ez az egyetlen egy remek feladat van. Úgy. Nézzük is. Ó, új szériás kristál, meg tavalyi szériás kristál. Nagyon szépen köszönöm. Ángel Di Maria is ott van. Nagyon jó. Vegyes meglepi, és akkor ez már egy ilyen standard lögdösödésre ad okot. Hiszen már az elején ilyen van, hogy Parallel, Sterling, meg Ellison, Sass Club, de szép Stadium Chrome. Azt a mindenit. Tyúj, de jól néz ki. Félix, Mambimbi. Úristen, milyen neve van. Young Boys-os srác, ez a melyik széria, ez a legújabb? 2022-es. Stadium Chrome, illetve itt egy Birági, nem számozott, de nagyon szépen néz ki a paralel változata, Man of the Match Signature, illetve egy Laudrup, ezek ugye nagyon szép csillogós az új meccsetaxból, de nekem ez tetszik a legjobban, a Stadium Chrome, ráadásul ez egy ilyen Glimpses of Gold, ez nálam, mondjuk a Utah Jazz kártyát löki le, mert ez sérült is. Úgyhogy ez is eléggé neccesen került fel, mert ott a sarkok sajnos sérültek, mind a négy ráadásul. Úgyhogy emiatt löki le, viszont olyan szinten löki le, hogy a Verstappen átmegy a kicsi standre, és ez, mivel ez Stadium Chrome-nak eleve egy rookie, egy eleve különleges kártyája, ezért kerülhet fel ide a fő nagy standre. Úgyhogy ezt köszönöm szépen, ez megint Atom Zsír király volt. Nézzük a következőt. A vázborítékot pedig kérlek, pótold egy óra, mert ez... sajnos nem lett jó. A kövét. Ebben mi van? Egy tökéletes válaszboríték. Na, így indul jól. A méldé, tökéletes válaszborítékkal. Illetve néhány pakkal, amiket mindjárt ki is szedünk. Úgy. Na, nézzük. Mi van benne? Szia, kedves futballkárcum, Bence, küldtem pár kártyát, amelyem örülni fogsz neki, cserébe szeretnéd kérni a hiányzókat, örülnék pár Ronaldo Fradis lapnak, jó kártyagyűjtést. Köszi, neked is viszont kívánom. Vázborítékod úgy szintén tökéletes, akkor nézzük, hogy miket küldtél. Írd alá, pak. Írd alá, Vinicius FCH, írja alá, Csupomotingot SCH. Na, hát akkor tudjuk is, hogy milyen lapok vannak benne. Ez egy jó meglepi pak. Ez egy jó FIFA 365. És akkor nézzük ezt. Belőjük le egyből a meglepit. Ó, és puhat okozva itt is a király kártyák, és ráadásul ez csak felállás. Azt a mindenit, az összes felállás az összes csapathoz. De király vagy, ez nagyon-nagyon menő. Ez nagyon-nagyon komoly. Még duplázódások sincsenek, tényleg elküldted az összes felállást. És még egy kis logóra is futott, itt a Barszából van egy kis dupla, de semmi vész. Köszönöm szépen. Ez megint egy FIFA 365-ös, most egy logós pakba megyünk át. Mezes logós megoldásokkal. Nagyon jó. Úgy szintén köszi ezt is. Nagyon vagány. Oké, nézzük, ez micsoda. Top class. Ott is van. Ott is van új szériás top class. Alapkártya, és akkor jöjjön a végére a meglepi. Azám. Nagyon komoly. Köszönöm szépen. Nagyon menő volt a küldeményed. Nézzük a következőt.
Ami egészen érdekes, hiszen így kaptam meg, tehát ez már önmagában egy hibátlan, hiszen nincs kitöltve, nincs lepecséte, tehát ez már önmagában egy jó válaszboríték. Na de nézzük meg, hiszen még van benne, úgyhogy neked akkor duplán tudok feladni. Mert hogy vettél még egyet, és ez viszont ki van töltve, ez azért jó pofa, mert mondom, duplán fogok tudni neked feladni jó sok kártyát. Oké. Nézzük meg, van itt kor típusú. De az a teammate lényegében, de hát ez nem kor. Mikor? Hát semmikor. Azt a mindenit. Wow. Írd a lápak. Az fontos. Az fontos. Kettő City logó, úgyhogy az írd a lápak megy bele. Meglepi. Hát ezt összekeverted a meglepit a teammate-tel. Nagyon trükkös volt. Tetszett. Tetszett a trükközésed. Ez mi? Nincs ráírva semmi, és a világ legdurvább kártyái egy helyen. Legalábbis az eleje a két limiteddel az engem meggyőzött. Hárommal. Köszi szépen. Van itt FIFA 365-nek a csillogós szériája. Mezek meg felállások. Orvérzés így tulajdonképpen. Itt egy ilyen kis pak. Új széria, nagyon be van védve. Ultra meg a giga védelmet kapott. Hiszen ezek nagyon menő új szériás lapok, köszönöm szépen. Itt van még egy meglepi, van még csillogós. Oly, de jó. Jó sok csillogós. Királyság, van megint egy meglepi. Kedves FCL, készítettem neked FIFA-ra, mert 2023 szériában a kártyákat mellékeltem az albumban, még hiányzó darab kártyák számát is. Ha megvolna neked és el tudnád küldeni, azért hálás lennék. Kérlek, csak focis kártyát küld. Ez mennyien írjátok? Mi a baj a tradinggel? Nem szeretitek a Forma 1-et, a Fortnite-ot? Aj, de szomorú. Jól van, oké. Megértettem. Meglepi egy. Nekem meglepi volt ez a korpak. Ó, hát még jön. Még jön egy kis Salah, meg egy kis Invincible. Meglepi kettő. Ó, éreztem a toplódert. Hát mondom, ez gyanús. Nem viccből vágok hülye fejet. Nem ez a hobbim. Aj, nagyon menő, Messi, Haaland, nem tudom ki a jobb. Na, hát talán Messi, mert Argentina VB győztes mezébe van, úgyhogy amiatt, de egyébként Haaland is nagyon durván jó. Kerüljön le a Donrassos. Fájó szívem, amúgy ez is nagyon jó. Score Donrass, hát nagyjából egy szinten van, de az NFL helyett hozzám mégiscsak közelebb áll. Egyébként a foci és ráadásul Messi a széria egyik sztárja, főleg argentin mezben, úgyhogy ez így emiatt kerülhet is oda. Megint standcsere, és most már bajba leszek, mert most már nagyon-nagyon jó kártyák vannak a standeken, úgyhogy így már azért kicsit nehezebb lesz a dolgom, hogyha bármi ilyesmit szeretnék csinálni, stand cserét. Mindent kibontottunk ebből. Van itt egy doboz, nézzük meg, ez is jó nehéz. És akkor most már eléggé a végén vagyunk a méldének egyébként. Ezzel a két óra közelivel annyira nem is hazudtam. Tényleg az lesz. Azaz. Micsoda. Térkitöltő cucc, abba meg bele van csomagolva a szajré. Amit nem veszek észre. Na, de kevés a helyem. Levél. Kedves FC, Nandi vagyok, először küldök neked csomag, cserébe szeretnék kérni mozaik magyar kártyát. Jó, Nandi, oké. Okay. Válaszborítékod több mint tökéletes. És akkor nézzük is, hogy mi a helyzet itt, mert hogy jó sok pak megint csak. Itt van. Adni. Azt a mindenit. Ne esd le. Hú, nézzük akkor, ez a legújabb FIFA 365. Ó, azt a mindenit. Nem lesz hiányzom ebből a szériából se, vagy nem sok. Mert még a végére Rising Star is van, nagyon durva.
adag, amit küldtél. Matrica. Nézzük meg. A matricás pakkot. Itt is rengeteg-rengeteg matrica. Nagyon szépen köszönöm. 2024 FIFA 365 szériája. Olé! Mennyi kártya. Köszönöm szépen. Komoly cucc. TC alap. Ez top class lesz. Ott is van erre legújabb top class-os kártyák. Köszönöm szépen. Meglepi, azt még hagyjuk egy picit pihenni. És itt is itt vannak az új FIFA 365 2024. Nagyon durva, hogy ebből mennyit küldtél. És a tavalyi szériából is azért küldtél jó párat, úgyhogy azt is külön köszönöm szépen. Nézzük a TC csillogósra. Ó, ezek pedig a top classnak a kis csillogósai. Köszönöm szépen. Tavalyi FIFA 365 csillogósai. Azt, és itt is mez meg, logó meg, mindenféle parádézások vannak. Úgy szintén tavalyi szériás csillogós. És abból is fenszek, dominátorok, magicianök és titanök, amerre a szem ellát tavainak az alapkártyája. Amit most megnézünk. Jó sok teammate-tel. Ugyanúgy milliónyi teammate. Durván jó, ez a meglepi, ez nagyon bántja a szemem, most már nagyon kibontanám. Mindig a felé nyúlok. És ott is ott vannak a jó sok teammate-ek. Ho-ho-ho, köszönöm szépen. Ekkora tornyok vannak itt, és ez pedig megint a 2023-as széria. Hát mindkét szériát azért jó megpakoltad, nem apróztad el, az biztos. Wow, köszi, szuper jó. Meglepinél tartottam. És közben majdnem megfulladtam. Pont a meglepinél. Na nézzük. Mi van a meglepiben? Ó, Black Labs kártyák! Wow, Invincible, Júj, és ebbe több is van, jól éreztem. Azt a mindenit. Competitions Club, illetve Superstars szériák. Ej, de durván jó. Nagyon köszönöm, és akkor itt pedig a DVSC-s kártya, ebből is több is van egy pakban. Aj, de jól néz ki, de ez a nagy sztár, Varga Józsi. Eszméletlen jól kinéző lapja, bennünk a vér, piros-fehér, Varga Józsefünk Debrecenbe ér. Ez gyönyörű, nagyon imádom ezeket a kártyatípusokat, ez a hátsó rajz itt a templommal, meg a villamos, ez gyönyörűen néz ki. Lelöki, de hogy kit, mozaikot? A Messi szkort, Verstappen parallel Sans Club, az túl durva, mert ez két tényezős, mert parallel is, meg Sans Club is, de nekem a mozaikot lelöki. Nekem a mozaikot egy Black Lab különleges, mert ez nem a alapkártya, az lelöki. Pedig ez is nagyon menő volt, de azért az még durvább szerintem. A Messi meg a név miatt ugye kötelez, de hát ez így már nagyon-nagyon nehéz dolgom van, elképesztően tetszenek, amiket küldtök. Félelmetesen durvák, úgyhogy jöjjön az utolsó csomag, nézzük meg, hogy mi a helyzet, ez is ott ilyen expós megoldás, és az az érdekes, hogy van egy boríték, meg rajta még egy boríték, amit nehezen tudok értelmezni, illetve kibontani. Azt is nehezen fogok tudni, de igen, meglátjuk, hogy ennek van-e valamilyen logikája. Oké, nem tudom, mi van benne, de van benne valami, az fix. Illetve magában a klasszikus borítékban is
látom valami megoldás. Van egy 4-es pak, van egy 1-es pak, egy levél, egy válaszboríték, hibátlan, és még jó néhány csomag, amit meg fogunk majd nézni. Itt a válaszboríték, ez hibátlan, ez oké. Itt az óriási, gigantikus jánlista, amelyek szerintem megírás is egy óra volt. Szia, futballkárcón! Hanzli István Kristóf, 9-es, először küldök neked kártyákat, folyamatosan követem videóidat, amiket nagy örömmel nézek, remélem tetszik fognak az általam küldött kártyák, illetve talpas standek, amiket ti adtatok. Ti adtátok a talpas standet, ott van a műfőn, nézz oda, nem borulnak fel. Szeretnék kérni FIFA 3-at, vagy 2021-es kártyákat, ha lehet, akkor az alábbiakat. Köszönöm szépen, Kristóf, ezt a mega csomagot, meg a talpas standet. Jó, válaszborítékot tökéletes. Engem túlságosan izgat, hogy mi van ebbe a speckó borítékba. Úgyhogy ezt megpróbálom valahogy kibontani. Na, ez egy ilyen dupla megoldás lett. Aha, tovább megyünk a számozással. Jó, hogy nem dobtam ki, úgyhogy akkor ez így a full. Jó, hát kezdjük el valahol, most így a számsorrendet próbáljuk meg tartani. Tehát ez az 1-es pak. Nézzük meg, hogy Qatar 2022 teammate-ben. Qatar 2022 teammate-ek vannak, nagyon jó. Oké, kettes. Ez is Qatar 2022 teammate pakja lesz. Ez is nagyon jó. Oké, hármas vegyes. Az is nagyon jó, csillogós is, matrica is, top class is, na ez így az igazán vegyes. Azt mondja, hogy 4-es, az jön bizony. 4-es számú pakli. Ezek pedig már Euro 2016-os kártyák, azon belül is rengeteg féle fajta, úgyhogy album majd szükségeltetik mellé. Illetőleg Qatar csillogós, visszatérünk a Qatarhoz, rengeteg csillós kíséretében, szuper hatos pak. Itt volt egy kis belenyitantásom Gnabry fejébe, már nem tudtam, hogy hol kezdjem el, de talán annyira, hát jól van, koponya műtét. Szóval ott van a jó kis FIFA 365 2023, nagyon szépen köszönöm, és akkor a 7-es, az pedig megint egy óriási nagy pakli a 2023-ból. Brutális mennyiség, nagyon szép állapottal. És akkor a 8-as pak. Végre már megfulladok, teljesen elmegy a hangom. 8-as pak. Invincible-vel. Nagyon szépen köszönöm. Fú. Srácok, ez lett volna az utolsó küldemény. Talán jó is már kezd elmenni a hangom teljesen, így a 2 órás méldéjektől eléggé elszoktam. Úgyhogy ez is közel 2 órás lett. Hát itt megszámlálhatatlanul sok a brutális kártya, de hogy a standekre mi került, na az is elég kemény, mert a számozottal elkezdve a különleges Stadium Chromonát, ott van a Verstappennek a 100 klubos paralelje, úgyhogy Black Lab, Messi, minden. Köszönöm szépen mindenkinek a nasi küldést, a durva ajándékokat, a különleges limitedeket. Collectolnál megtalálhatjátok ugye ezeket a bontatlan diszpléjeket most már, illetve az aláírós kártyánk is jár a rendelések mellé. Legközelebb találkozunk a következő videóban, addig is jók legyetek, sziasztok!